Nincs ételezetünk. Most még muszáj vagyok szóla. Na. Itt vagyok, az előbb a YouTube-on voltam, de ott akadozott a videó. Remélem itt már nem akadozik, itt már tiszta. Menjél rólam, te is lépjél be, azt nézzél, hogy tiszta-e, vagy mit tudom én. Sziasztok, sziasztok! Tarhonyás pörköltet készítek csirkéből, csirkemelből. Csirke alsó comb, vagy mi a bánat ez, vagy felső. Folytatom itt. Mi? Na, itt vagyok, az a lényeg, tarhonyát készítek csirkepörivel. Az előbb fenn voltam a YouTube csatornán, csak ott káosz történt, és ki kellett, hogy lépjek, gyerekek. Úgyhogy egy nagy büdös szar az egész, egy nagy rakás fostalicska. Ilyen húsiból csinálom csirke. Csirkehúsiból, ilyen csirkehúsiból csinálom. Bele is haigálom. Né. Aztán majd jöhetnek a fűszerezések. Ez úgyis kiengedi most magából a vizet. Összekavarom. Hát én nem is értem, hogy mobil izén van, gyerekek. Mi a neve? Korlátlan és lassú. Hát én ezt nem is értem. Tehát komolyan mondom. Mert megszüntetem a picsába. Halál komolyan. Megszüntetem a fazba. Na mindegy, a lényeg, hogy itt is elmondom. Most már visszatértem. Élőbe fogok majd főzőcskézni, sütögetni, meg ilyen családi videók, meg mindenféle ilyen cuccos. Amire fölrakom. Itt le kell törölnöm a terciánot, mert nagyon, nagyon gánya lett itt minden, meg még ezt el is mosom. Tarhonyás pörkölt, csirke mellből, csirkehúsból. Tarhonya pörkölt. Jöhetnek a fűszerezések, mindjárt elkezdek fűszerezni. Remélem, hogy már tiszta. Aztán... Roland, szobában van. De most én vagyok itt, nem a Roland van itt. Most én vagyok itt. Loka Pantera. Most én főzök. Alapból szarul van, ma edzésre sem megy. Nem azért nem megy, mert ő nem akar, hanem azért, mert a srác, az oktatója, az edzőjének családi problémája alakult, aztán Csóri szólt, hogy inkább rakok bele fűszert, mit sem. A piros paprika. Piros paprika fűszerezés is jöhet. De ilyen piros paprikát, te jó Isten. Hó. Hát már ezt belebaszom, már az nem számít neki. Igen. Fekete örölt bors. Fekete örölt bors. Kis majorán lesz. Kis ez, kis az, kis szamasz, kis fűszerezés, kis pikánsággal. Ő. Kincsen izé. Magyar nevé. Oregano. Patrazsáján örölt. Fűszerkömény. Nem. Kakukkfű. Nem. Rohadjál meg, hol van? Rozmarin, oregano. Na, csak megtaláltam az oregánot. Egy kis oregánot is teszünk bele. Kell a
az oregano az a pörköltnek mindig finom ízet ad. Oregano, bazsalikon, rozmaring, rozmaring. Jó, azt raktam. És hol a majora? Ja, itt a majoranna. Majoranna. Jó, hát akkor igazából a főszerezés ennyi volt. Nem van benne minden, aminek kell, legyen. Kicsit átkavarjuk, pöckösen. Rakom bele egy kis lédust, mert kevés. Egy kis víz. Legyen perkelt szap, jó egy szapát, ez majd úgy is lefőlik, megkutyulom, megkavarom, azt akkor csinálom a tarhonyát. Ugye ezt majd úgy is alapból hátra rakom. Ezt majd a hátsó izére kell tennem. Kis lángra. Nagyon jó. Minden hátra teszem. Az hadd rotyogjon. Na, itt vagyok, gyerekek. Akkor elkezdem csinálni a tarhonyát. Ide teszem, jobb. Itt minden is van. Egész szigetekre! Latte. Latte. Ilyen csokis vizével. Mindjárt megmutatom. Ilyen nem. Az egyik valamikor ilyen fahéjassal. Fahéjas, meg van a csokoládés. Ilyennel szoktam inni. Imádom a láttét. Nagyon jó. Amíg rotyog, retyeg, addig úgy gondolom, hogy fogadom, hogy nem láttok. Kicsit így csinálom, hogy lássátok, hogy mosogatok. Gyorsan elmosom itt a csetres patáriát, tudjátok, hogy szeretem a tisztaságot, a rendet, ha főzök. Féltek, nem tartja le sem eddig el. Alapul utána a tarhonyát, ebbe kell majd visszapakolnom. A tarhonyát. Annyi, hogy majd a tarhonyát mindjárt fel kell tennem. Ez is meg volt. Kicsit arrébb, hogy ne billenjen. A fűszert még nem rakom el, majd nehogy útközbe kéljen.
Ha majd úgy is kell kóstolgatni, főleg, hogy fel lett öntve vízzel, meg minden, ugye utólag azért. Hadd rotyogjon! Szépen csinálja a kis maga dolgát, én meg addig szépen fogom. Hány óra? Ja. És akkor a tarhonyát elkezdem megpirítani. Ó, miben pirít csak Subiroli? A pici pirosba elég? Ja. Tudod, amit elmostam? Ja. Ebbe. Jó. Rakok bele olajat, gyerekek. Hogy nem. Mi az, fiad, te nevelted vagy? Hát mi én neveltem? Persze, hogy én neveltem. Még ki a szomszéd nevelte volna? Azért nem mutogattam, mert nem akartam nyilvánosságra hozni a magánéletemhez senkinek semmi köze nincs. Mi? Kicsit lejjebb vesszük, ne égjen oda a gyermely targonya! Ezt megcsinálom. Megpirítom minden kacán. Azt ennyi. Próbálok titeket ide hurcibálni, oda hurcibálni. Lássatok, ne az legyen, hogy el vagyok tűnve. Na, igen, már itt vagyok, jövök élő live-okkal én is. Ugye ezek úgyis mennek fel a YouTube-ra, az összes videót fölteszem. Csak ott annyira roncs a minőség, hogy borzasztó. De aki még nem iratkozott fel a YouTube csatornámra, az nyugodtan iratkozzon fel. Pirítgatunk. Mit főzök? Csirkepörköltet tarhonyával. Na, köszönöm szépen. Igen. Amikor a manduládat valamit csiklandozom, mire ennek? Mi baj? Az még jobb. Köszönöm szépen, 14D. Igen. Tegnap voltam pillásnál. Átbasszuk szét barnára. Ne akarjatok bejönni, mert én senkit nem engedek be. Én nem szoktam.
senkit beengedni, úgyhogy elnézéseket kérem egy előre is. Elnézéseket kérem így előre is, de én nem szoktam beengedni senkit. Nem keráztam ki magam, csak egy pilla van rajtam, semmi más. Nem hívok be senkit. Ez az én live-om. Senkit nem hívok be. Én megmondtam, hogy senkivel közeli kontaktus nem táplálok. Tehát ennyi. Szépen átpirul, és amikor szépen átpirítottam, gyönyörű barnára majd. Csak hagyom, hogy pirulgasson, akkor felöntöm majd vízzel. Nem sokkal, csak hogy normális legyen. Közben egészségetekre. Nem pesti. Seprényi Melinda. 35 ezer forint. Töltés 25 ezer. Ezek szerint igen. Jó, drága, Peti hol van? Peti otthon van, jó főzés. Köszönöm szépen. Bánod az X-faktort? Nem. Semmi különös nem történt, mit megbánjak. Bánod? Nem bánod. Szép a fülbevalód. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Ez meg van pirulva. Sőt. Na, nem is jót veszek le. Kicsit lejjebb is veszem, mert nem akarom, hogy odaégjen. Úristen faszát. Annyira rátok figyelek. Azt annyira megpirul, az meg, hogy izé. Nagyon jó. Fölcsapja a szemgolyómat, szó szerint. Na, ez most nyomni fogja a gőz. Ennek meg kell püffednie. Jó, egyelőre szerintem csak ennyit rakok bele, aztán majd úgy is látom, hogy dagad, meg püffed, meg ilyen hasonlóságok. Kicsi láng, ne égjen le. Azt jó éjszakát. Csirkepörköltet tarhonyával. Sziasztok, sziasztok, szia, nekem te voltál a kedvencem az X-faktorban, örülök neki. Nem éneklek, irigy haza, csajé. Úristen, Roland merre van a szobába? A szobába van a Subi Roli. Közben megkeverem a perkeltet is. A perkeltet. Meg kell kavarni, keverni a perkeltet. Szerintem lassan én bele is dórantom a paradicsom konzervet. Hogy álljanak itt össze az ízvilágok. Ennek alapból már le kell szaftra főnie. Szaftra. Kis kanálka. És
akkor durrantom bele a paradicsom konzervet. Vannak savanyúságok benne a hüttőbe. Majd úgy is, majd csinálok egy tálalást, majd le fogom fényképezni, aztán a Roland az élő live-ba is ugyanúgy lehet kezdőképnek izé valami más berakni? Mi? Mondom, hogyha föltöltődik ez a izé, akkor felrakom a YouTube-ra, akkor tudok kezdőképnek valami más berakni, vagy nem? Azt mondom. Megkavarom. Azt, hogy csinálja a kis maga dolgát. A perkelt. A perkelt. Ugye ezt meg közben nézem, mert meg kell majd dagadnia, mint a picsának. És ugye erre majd még kölvizet tenni, mert ez még egyértelműen nem jó. Úgy szívja a taronya a vizet, mintha muszáj lenne. Na ugye így szoktam, nem akarom túlvizezni. Az a biztos, amikor azért van rajta, jó, most több vizet már úgyse fogok ráizélni. Még nem tartok ott, Subi Roli. Még abszolút te nem tartok ott. Még csak ott tartottam, hogy fogtam, meg pirítottam olajban, felöntöttem vízzel. Még nem tartok ott, hogy megsózzam, de majd mindjárt besózom. Na, örülsz? Örülsz, faszfej? Örülsz? Háj, ma YouTube-on is nézegettem vissza a videókat, nagyon el voltam veszve, jó sokat kihagytam. Nekem mindig kiesik a tödödödö körmeid, mutatod, dödödödödö. Egy gyűlölök olvasni. Gyűlölök olvasni. Hát, én nem szeretek olvasni. Nagyon jó. Hadd puffadjon, mintha muszáj lenne. Ez is megvan, gyerekek. Most már csak tényleg az van, hogy a kaját kell, kedvenc ételeid. Nincs kedvenc ételem, megeszek bármit. Imádok énekelni. Igen, én voltam az X-faktorba, 2019-ben eltelt 4 év. Köszönöm, hogy válaszoltál, szívesen. Szia, szia, sziasztok! Mit főzöl? Csirke pörkölt tarhonyával. Irigylem a párod, mert minden nap jót esztek. Jaj, mit csinál ez a bánatos? Na, imádom a hangot, köszönöm szépen. Nem tudok ennyit beolvasni, Jézus már olyan rég, de nem tudsz énekelni. Szia, szép napot, te nem is tudsz énekelni. Örülök neki ez a véleményed. Miért borultál ki az X-faktorban? Gyenge vagy. Köszönöm. Itt lakok Horvát István lakótelepen. A szuper, nem az arany galuskát csináljátok, ezt vártam pedig. Nem. Tehát ezt nem mondtuk, hogy ma csináljuk az arany galuskát. Én legalábbis nem ígértem ilyet. Mit főzöl, nénye?
csirkepörköltet tarhonyával. Szia, baba. Szia, bébi. Nem hívok be senkit se. Ez mi ez a szavazási fasz? Följött? Mi ez a... Most nem látom, mert bejött ez a szar. Szia szívem, sziasztok, azon, hogy vagy ma. Köszönöm, jó, húgyos. Jó. Köntös rád rohad. Okés. Nem mondom be. Mióta vagytok együtt Rolanddal? 14 éve. Imádlak, Loka Pantera, köszönöm. Csak közben a tarbonyára is oda kell figyelnem. Na, hogy itt el letapadjon, mert akkor megőrülök. Még egyszer mondom, csirkepörkölt tarhonyával. Harmincöt vagyok, 36 leszek. Nem akarunk gyermeket, sem most, se a későbbiekben, sem soha. Igen. Na, az jó, én rizs, nem, az is finom lehet. Hozott már szerencsét akar kötöd, nekem is van pár hete. Mindenben hinni kell, és akkor a hit ott van, minden valóra válik. Igen. Köszönöm szépen, mi ott főzöl? Csirkepörköltet, tarhonyával, Dick van tesód. Az a srác. Az a srác. Szia, elsőre sikerül a forgalmi vizsgát. Forgalmi? Harmadjára mentem át. Mert izgultam, mint a picsa. És még azt is elfelejtettem, amit tudtam. Mindegy, gyerekek, az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Erre még köl, meg kell puffadni a még. Ez elég kevés, ez a tarhonyai. Hogy tud ennyire hamar vizélni? Már lassacskám, tál jó lesz. Ugye a perkeltet azt mindjárt megkavarom. Azt lejjebb veszem, hogy csak szinte rotyogjon. Hogy szinte csak rittyennyel rotyanjon. Csak tényleg, rotyogjál finoman, nem kell itten annyira vizénod, hogy... Rá van rakva a fedőr. A tarhonyára kell fedőr? A tarhonyára kell fedőr! Most nem tök mindegy, bassz meg! Nézd csak, Subiról itt, neked üzenek. Nézd, te vastagfaszú, nézd meg. Este így fogod a picsámat, így. Így fogsz lafatyolni. Így fogsz Subiról lafatyolni. Ered is így szokott. Annyira imád. Egy nőjé nem adna, így csinál. A rendes megvan, értem holva. Ugye Subiroli? Ugye faszos? Tő
Tök mindegy, én azért rátettem a fedőt, mert itt vannak okos emberek, meg a Subiról is okos ember. Nem vagyok közönséges. Olyan vagyok, amilyen vagyok. Önmagamat adom. Akinek nem tetszik, tiplikot. Nem fogom megjátszani magamat senkiért. Hát gyerekek, annyira akarjátok, mutassam magam, én ilyen vagyok. Tehát én nem fogom senki kedvéért magamat megjátszani. Sőt, én nem leszek azért más, mert más azt akarja. Tehát nem. Én ilyen vagyok. Ha nektek tetszik, tetszik. Ha nem, akkor nagyon tudlak titeket sajnálni. Nem megyek. Imádlak. De öreg vagyok. Hát igen, szaladnak a cévek. Le fog tapadni a tarhonya! Keverd meg! És a szobából mondja! Le fog tapadni a tarhonya! Nem tapad le, szerelmem. Hát tele van olajja, meg vízzel. Hát ez még föl se puffadt életem, hát ez olyan kevés. Ennek teljesen föl kell, hogy jöjjön ide a izéba. Ennek a targonyának. Tehát ez semmi. Még ott áll rajta a sok víz. Erre még kő bőven majd önteni. Tele van olajjal, az lesz az. Tele van olajjal! Nem. Tarkonyás pörkölt. Tarhonyás pörkölt, csirkehúsos. Tarkonyás. Baby és boomer. Imádom. Szia, mennyi? Dunajvárosban és nem. Már 8 éve Székesfehérváron élünk. Ó, de Gusta, imádom. Ki van idegileg a Subiroli? Azt a ne énekelve. Jaj, de imádom. Aranyhaj! Engedd le a hajadat! Aranyhaj! Engedd már le a hajadat! Dik rendesen Milo jön. Micsoda? Szép hely Fehérvár. Annyira imádom. Annyira imádom. Mit főzöl? Hát ez kultúráltabb, mint amit te csináltál. Meg fingoltál, meg okáltál, meg böfögtél. Kiharapom a pókot. Gyere, hagyj harapjam le a füleret, gyere. Ezzel a szép fogakkal. Ne irigykedj, hogy nekem szép fogaim vannak. Na tényleg is, ha az egy kicsit előrébb van, de... Köszönjük szépen, jól vagyunk. Csirke pörköltett tarhonyával. Húha, most már ezt kavargálni is kell. Mert már peffed megfele, mint a muszáj lenne. Kicsit lejjebb is veszem, nehogy odaégjen, gecibe. Hú, de hány ingerem lett, gyerekek, ez az idő nagyon káó. Fél kettő. Időben vagyok még nagyon. Hát erre még kéne öntenem vizet, mert ez még mindig káó. Ilyen kevés ez a targonya. Az már mindjárt jó. Elég kevés egy csomag.
Köszönöm szépen. Majd én úgy keverem, ahogy akarom. Rájve! Köszönöm szépen. Te is legyél szerencsés. Fém! Hol írja? Fél kilós csomaggal csinálod? Az, ma azt mondta a Roland, hogy az elég. Na, hát ő mondta, hogy elég. Én kettővel akartam. Na. Mi? Hát ez nagyon kevés szerelmem. Jó, én már ezt lezárom, azt ráteszem a födőt. Mi? Puha! Faszfej! Mit okoskodsz? Nem égett oda, semmi nem égett oda, nem vagyok analfabéta. Ez mire megpüffed? Úristenem! Olyan kevés lett, gyerekek, mint a csillagos ég. Hát de két napra? Hát végül is. Hát végül is. Ez is igaz. Azt kéne csinálnom, hogy ezt lekapcsolom, ezt meg bekapcsolom. És ide áthúzom. Hadd rotyogjon. Ez meg itt. Hadd csinálja a saját kis maga dolgát. Ez meg kis lassú lángon, hadd rotyogjon. Megyek cigizni. Mehetek cigizni? Vihetem őket? Mert? De hát azt nem látják. Viszlek magammal titeket. Nem fogom mutatni úgy, hogy csirkepörkölt harhonyával. Ó, itt meg rendesen alszik a szobiroli gyerekek. Rendesen a pali. Rendes nagy sötétedések vannak orgazmusokkal. Mit csinálsz, szerelmem? Hú, milyen hagymaszag van be. Hú, förtelem. Beletél! Hát ez nagyon gáz. Akkor nem mutatod, baszd. Nem mutatom, szerelmem. Jó, nem mutatom, majd úgy fogom rakni, hogy nem mutatom. Vízálló a telefonom, úgyhogy kirakhatom ide. Szép tiszta. Álmosító is ez az idő. Nagyon, gyerekek. Nem saját. Hála Isten. Sziasztok, sziasztok! Jó, fáradt vagy. Hát fáradt. Erre az időre milyen legyek, ha ne fáradt. Köszönöm szépen. Nem mutatom meg a környéket.
Nagyon fúj a szél. Igen, nagyon szép az íveltsége, nagyon szép 14D. Seprényi Melinda csinálja, készíti, ez egy saját márkájú pilla. Aki szeretne, az nyugodtan menjen hozzá, ajánlani tudom. Hiába akarsz bejönni, ember. Hát én nem engedlek be. Akkor nyom ki. Kikapcsolatikusan 1-2 másodperc után. Be akar jönni erőszakot. Látod, megállás nélkül. Úgy csinál, mint hogyha... Hát a fogadóiroda lenne ez, azért nem tudom be. Hú, de hideg van. Nagyon hideg van a szerelmem. Tiszta, ez ki van halva fehér már. Belehamusztál a fejembe, söpör köz. Mindig belefújja a hamut a fajamba. Ez még azt hiszik, bagaras vagyok. Fúj a szélbe, az meg. Ja. Nagyon hideg van, gyerekek. Nem szabad kimenni. Úgy voltam vele, már belépek. Belépek, mert tényleg sose lépek be. Azt akkor így oltok el. Mindjárt most tolnom a pörköltet, hogy milyen. Kis kanál vagy valami. Próbálom mindig ilyen kis lángot csinálni, ne lekorlátoztak 10 percre. Tökéletes az íz. Majd már nem kell csinálni semmit. Itt vagytok, láttok? Nem tudom, miért korlátoztak, nem csináltam semmit, na mindegy. Azért, mert live-ba cigiztél. Nem is mutattam. Mindegy. Igazából. Na ez most hogy van? Vissza kéne tekernem, így ne folyjon ki annyira. A show. Szép a körmöt, köszönöm szépen, mi ott főztél? Csirke pörköltet tarhonyával. A troll az nem itt van, az egy mese, és azt imádom. Csókolom, csókolom. Szia, te még köntösben? Köntösben vagyok, igen. Itthon mindig köntösben vagyok. De egyébként pizsama, pizsama, pizsama. Köszönöm szépen, 35 ezer. Az jó. Sziasztok, sziasztok! Cuki a pizsid. Igen, imádom ezeket a pizsomákat. Ilyen. Szeretem nagyon, ebből van még egy pizsomám. Annyira elnyom ez az idő, gyerekek. Köszönöm szépen, próbálok az maradni. Igen, van egy öcsém. Imádom a spiritulazmist. Spirituális dolgokat. Én össze vagyok kombinálva az univerzummal.
Ó, ez már nagyon régi, már nem is emlékszem rá, még a Subi Roli. A Subi Roli szúrta nekem át. Csak így. Jó hülyék voltunk. Még lehettem, vagy 20 éves. Igen, hála Isten, használd. Használd. Nem, nincs migrénem. Hála jó Istennek már azóta se. Spirit. Mai napig jósolok, nagyon sokan járnak hozzám. Ugye, most már nem hirdetem, mert akik tudják, hogy jósolok, azok automatikusan hívnak, keresnek, meg jönnek hozzám. Hát, nem volt egy kellemes ez a migrén dolog. Igen. Hát igen. Nem értem, szia, hogy vagy. Köszönöm szépen, jól, milyen árak vannak. Nekem jósold már meg. Az ár az úgy működik, hogy 10 000 forint a jóslás, aki hozzám jön ide lakásra, és akkor csinálok neki egy általános jóslást, hogy hozni kell magával egy füzetet és egy tollat, és akkor jegyzeteljük, és mindent leírunk, és akkor azt vissza tudja nézni. Aztán, akinek még nem jósoltam, múlt, jelen, jövő, akinek már úgymond jósoltam, és úgy jár hozzám, annak már csak jelentés jövőt jóslok, és lehet konkrétat is jósolni konkrét kérdésekkel. Aki viszont Messengerbe keres fel, élőbe így felhívom videón keresztül, annak pedig 5 000 forint a jóslás, egy általános jóslást csinálok neki, és pluszban még kérhet akár 2 darab konkrétumot, és megjósolom azt is, és 100%-osan bejön. Persze ugye átutalással történik a megadott bankszámlaszámra, hogy átutalja az összeget, már is hívom föl, és akkor így történik a jóslás. Igen. Párkapcsolatot, mindent kimond, mindent elmond, mindent tudok az élet területéről, mindenkiről. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia, szia. Hát, én még egyszer nem szorotnám át, az biztos. Bejelölhetsz nyugodtan, de nem muszáj ahhoz bejelölnöd. Loka Pantera, Facebookon, Messengeren írjál rám, vagy a Rolandra, tök mindegy, privát üzenetbe, és akkor ott megadom a bankszámla számot, és akkor 5 000 forint egy jóslás. Egy általános jóslás, megkérhetsz akár 2 konkrét jóslást is, vagy amit csak szeretnél igazából. Bármit kérdezhetsz, mindenre válaszolok, mindenben tudok segíteni. Nem kellemetlen, dehogy is. Nekem arany van benne, nem bírta az ízét, a fülembe gyulladt, és aranyat kellett, hogy vegyek bele. Arany van benne. Miért ne jönne? Jön. Minden oké. Ettől függetlenül miért ne jósolhatnák? Aki megkeres, aki szeretné, hogy jósoljak, annak attól függetlenül jósolok. Nem a jóslásból élek. Úgyhogy már igazából így már azért nem jósolgatok, mert úgy vagyok vele, hogy aki ismer, aki jár hozzám, folyamatosan azok tudják, aki meg nem, az nem. Olyan embereknek nem jósolok, akik nem hisznek bennem. Akik negatívok, inkább így akartam mondani.
Nem szeretnék már semmilyen piercinget. Úgyhogy azért mondom, hogy aki szeretne esetleg velem jósoltatni, azt megteheti. Privátba is. Privát jóslás videón keresztül. Az 5000 forint. Ha személyesen jön el, akkor az 10.000 forint. De nyilván az egy hosszabb, mert az egy órás jóslás. Mindegy, hogy hány éves kor. Kortól függetlenül. Mizu, semmi különös. Privát üzenetbe kell megkeresni, aki szeretne jósoltatni, jó? Ennyi. És mindent privátba elmondok. Megírok. Ezek privát dolgok. Köszönöm szépen. Neked is viszont szép napot. Van egy jó pár. Na jól van, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mondom még egyszer, aki szeretne jósoltatni, privát jóslást szeretne, az keressen meg üzenetbe, messengerem, és akkor ott mindent leírok, minden konkrétumot. Sziasztok! Na, miért nem tudok kilépni? Csöves iPhone.